is what we do. Hero me, I'll hero you. Friends for life, we keep it true. That's ninja swag, it's nothing new. We're gonna kick, punch, pow, pow. Sure shot, take you down, down. Because we're living proud, proud. Your hero's on the way. We love to save the day. November 25-én az Érdi Arénában rendezte meg az Újbudai Rock and Magic Egyesület az akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokságot. Ebben a sportágban ez az év legrangosabb versenye, ahol az ország legjobbjai küzdenek a magyar bajnoki címekért. A Rock and Magic Egyesület már másodszorra nyerte el a rendezés jogát, és az idén is egy fergeteges hangulatú versenyt rendeztek a teltházas Érdi Arénában. Az egésznapos versenyt követően a legjobbak kerültek a fináléba, a döntő a csapatok bevonulásával kezdődött. A verseny főrendezőjével, Lengyel Veronikával idézzük fel önöknek a Magic Magyar Bajnokság legizgalmasabb pillanatait. Veronika, kik vettek részt ezen a versenyen, hányan voltak most az Érdi Arénában versenyzők? Az akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokságra mindig a legeredményesebb táncosok juthatnak el. Mostani magyar bajnokságunkon 600 induló volt, az ország minden részéről érkeztek, 25 egyesület vett részt a versenyen. Kik döntik el a végső sorrendet a versenyen? A magyar bajnokságon mindig a legszakavatottabb zsűri dönti el, hogy kik lesznek a legjobbak. A 7-tagú zsűri feladata, hogy eldöntse, hogy kinek a nyakába kerül majd a magyar bajnoki aranyérem. Összesen hány érmet osztottak ki ezt, tudod? Uha, ez egy komoly matematikai feladat, de ha jól emlékszem, akkor 150 érmet osztottunk ki a Magic Magyar Bajnokságon. Nem csak éremből volt sok az Érdi Arénában, hanem rengeteg versenyző kategória, versenyszám is volt. Mi itt ebben a műsorban csak a dobogósok produkcióiból mutatunk részleteket. A verseny döntőjét a legfiatalabbak nyitották meg. Mit kell tudnunk, Veronika, erről a kategóriáról? Ennek a kategóriának az a neve, hogy Children kis formáció. Itt 11 éves korig táncolhatnak a kislányok, 4-en, 5-en van, 6-an lehetnek a színpadon, és itt a döntőben már saját zenére és saját koreográfiát táncolnak. A Children kis formáció harmadik helyzetje a Little Queens lett a Rock and Magic Egyesülettől. Úgy látom, ez valamilyen cirkuszi produkció, hiszen poronmester balerina is szerepel a színpadon. Mit adtak elő a Little Queensék? Így van, nagyon jól látod, hiszen nagyon jellegzetes, hogy választunk valami témát a formációknak és a párosoknak is. Ez a csapat éppen most a cirkusz világát idézi fel nekünk, és ebből próbálnak egy kis ízelítőt adni. A zene és a ruha is harmóniában van ezzel a témával. A Swift csapata kezdi a produkcióját már is a színpadon. Ők a Négy Muskétás Egyesülethez tartoznak, ők lettek a második helyezettek a Children kis formációban Érden. Mennyi ideig tart egy ilyen produkció, mert ugye mi csak részleteket láthatunk belőle? Children kis formációs kategóriában 1 percet lehet táncolni, és van egy kis lehetőség, hogy 15 másodpercet teljesen más stílusból az elején táncoljanak a formációk. Yeah.
címe, a csürrönkis formáció magyar bajnoka, ők a Sweethearts, a Rocket Magic Egyesülettől. Nagyon fiatalok, nagyon csinosak, nagyon energikusak és már bajnokok. Veronika, hány évesen kezdik ezek a gyerekek a rock'n'roll táncot, ezt a sportágat, hogy már ilyen fiatalon tudnak magyar bajnokká válni? A rock'n'roll tulajdonképpen már óviskolban is el lehet kezdeni. Azt szoktuk mondani, hogy 4-5-6 éves korban a legideálisabb megismerkedni ezzel a sportággal, és aki ilyen időben elkezdi, az 10-11 évesen bizony már lehet magyar bajnok. Erre nagyon jó példa az itt látható Sweetheart csapat. A Sweethearts, a Swift és a Little Queens a dobogó legfelsőbb fokain a csirnönkis formáció eredményhirdetését látják, kedves nézőink. Lengyel Veronika biztos elégedett, hiszen a Rock and Magic két dobogó fokot is elfoglal ezen az estén, ebben a kategóriában. Igen, nem titok, hogy nagyon boldogok voltunk, hiszen nem elég, hogy a csapataink a döntőbe jutottak, hanem a dobogón is kettő csapatunk is állhatott, úgyhogy nagyon büszkék voltunk a Children táncosainkra. Már is tovább lépünk egy kategóriával, következnek a serdülő kis formáció ifjú tehetségeik. A harmadik helyezettet látjuk, ők a TRX és a Négy Muskétás csapatát erősítik Budapestről. Mit jelent a serdülő kis formáció, itt hány éves gyerekek táncolnak, miben különbözik az előző kategóriától? A serdülő kis formáció annyiba különbözik a Children kis formációtól, hogy itt már idősebb hölgyekkel találkozunk. Noha ők sem túl öregek még, 8 és 13 éves kor között kell, hogy legyenek, és egy picit hosszabbat táncolnak, ők már 1.30 az ő programjuk, amit táncolnak, és 47-es, 48-as, 49-es zenére táncolnak, ez a zene ritmusát jelenti, úgyhogy ők már egész gyors zenére is táncolhatnak. Kicsit hiányoznak a fiúk a csapatokból, jól sejtem, milyen az arány, hölgyek és urak? Százalékában. Hát nem véletlenül találták ki a lányformációkat, hiszen a tanfolyamokon mindig kevesebb a fiú, de nem panaszkodhatunk, hiszen nem sokára látjuk majd a páros kategóriákat, hogy ezért van utánpótlás fiúban is. Második helyzetet látják a kedves nézők, ez a Tiny Teens, a Mustang csapatából, a Mustang Galaxy közös csapatából? Így van. Sokszor előfordul az, hogy valamelyik egyesület egy másik egyesülettől kér segítséget, vagy oda van leigazolva az egyik táncos, és ilyen esetben vegyes formációkról beszélünk. Általában akik megnyerik a magyar bajnokságokat, azok következő évben is ugyanolyan jól szerepelnek? Tehát vannak ilyen kifejezett tehetséges formációk, csapatok, párosok? Igen, azt lehet mondani, hogy a legjobbak azért a következő évben is a legjobbak lesznek. Előfordul mondjuk egy olyan, hogy kategóriaváltás van, és mondjuk feljebb lépnek egyet, de általában azért a magyar bajnokok a következő évben is nagyon jól szoktak szerepelni. Yeah.
És már is az első helyezett a Rock and Magic Egyesülettől. Ez az Angels, és egy jó kis Michael Jackson muzsikára táncoltak és varázsolták el a zsűrit. Mi kell ahhoz, hogy tényleg a zsűri a legjobb pontokat adja? Maga a pontozási szempont nagyon összetett, és nagyon sok mindent kell figyelnie a zsűrinek. A legfontosabb talán a tánctechnika, amit itt a lányok a kirugásokba, pattogásokba hajtanak végre. Ezen kívül tényleg nagyon sok rétű, tehát nagyon fontos a koreográfia összeállítása, a térformák kidolgozása, az, hogy ki milyen módon adja elő ezt a produkciót, tehát tényleg nagyon sok mindent figyel a zsűri. És gondolom teljesen hibátlannak kell lenni. Igen, ez nagyon fontos, hogy a fináléba kell a legjobb produkciót hozni, hiszen nem nagyon fér bele egy kis hiba se, hiszen az mind pont levonásnak számít. Serdülő kis formációban egy Rock and Magic-es csapat, az Angels nyerte meg. A magyar bajnoki címet második lett a Tiny Teens, a Mustang Galaxy közös formációja, és a TRX végzett a harmadik helyen a négy muskétástól. A felnőtt B-páros negyedik helyezettét látják a kedves nézők, ők lecsúsztak a dobogóról, Jonas Brauer és Megyesi Veronika produkciója, de pár héttel ezelőtt világkupát nyertek, itt sajnos most nem sikerült a legjobbak közé kerülni egy hiba miatt. Mit kell tudni erről a kategóriáról, Veronika? Ez a felnőtt B kategória, ez egy nagyon érdekes kategória, hiszen itt két produkciót is kell bemutatni a táncosoknak. Van egy lábtechnika, koreográfia, ezt pont most fogjuk majd látni a párosoktól, és lesz majd később egy akrobatika kör is, amikor már komoly akrobatikákat láthatunk a táncosoktól, és ennek a két produkciónak az összértéke hozza majd ki a végeredményt. A felnőtt B-páros harmadik helyezettje Király Ádám és Csuhai Viviana a színpadon. Ők a Grease-ből táncolnak egy fantasztikus részletet, a Rock and Magic táncosai ők. Király Ádám még számomra is ismerős, hiszen Újbuda többszörös világbajnoka. Így van, őt már fiatalabb korában is láthattuk sok-sok felvételen és sok-sok versenyen. Most már ő is a felnőtt kategóriában táncol, és amint látszik, ebben a kategóriában is nagyon eredményes. Színpadon egy fantasztikus hölgy, Csényi Fanni, aki egyébként Újbuda Pap László sportösztöndíjasa, és párja Csortos Kristóf, ők a Rock and Magic Egyesülettől érkeztek. Fanni más formációkban is táncol, kérlek Veronika, pár szót mondj erről. Igen, Fanni abban szerencsés helyzetben van, hogy párosban és formációs kategóriában egyaránt táncol.
Ő tagja a The Supergirls felnőtt nemzetközi nagyformációnak, akik az idén a világ és Európa bajnoki címet is begyűjtötték. Ezen kívül világkupa győztesek is lett. Szóval egy igazi világbajnokot láthatunk most az Érdi Arénában. Felnőtt B páros kategória győzteseit láthatjuk. Ők Bánhidi Dániel és Cetl Fanni a Galaxitól Szombathelyről érkeztek. Fölgyorsultak az események, a tánclépések. Ezek a produkciók már ilyen gyorsabb zenére zajlanak? Nagyon jól hallod, hiszen ez a felnőtt B kategória jellegzetessége, hogy a lábtechnika zene nagyon gyors, itt bizony nagyon pörgős lábbal kell táncolni. Továbbra is maradunk a felnőtteknél és a B kategóriánál, de ugyanazok a táncosok szerepelnek a színpadon, de más ruhában és más táncokkal. Veronika, most mit látunk? Ez tehát a felnőtt B kategória akrobatika döntője, ahol így van, már átöltöztek a párosok, és ahogy láthatja kedves közönségünk is, itt már komoly akrobatikus produkciókat hajtanak végre a táncosok. 6 ilyen akrobatikát kell végrehajtaniuk, és ezt hívjuk az akrobatika körnek. Mennyi idő, mennyi tanulás van ezekben a mozdulatokban, hogy ezt ilyen csodálatos módon meg tudják csinálni a táncosok? Ez bizony nagyon sok idő és nagyon komoly felkészülés, amíg ezeket a dobásokat, csavarásokat kigyakorolják, úgyhogy itt már komoly előkészületekre van szükség. Tehát a serdülő és a csillen kategóriában nem is lehet ilyen akrobatikus elemeket. Így van. Az akrobatika csak a felnőtt kategóriákban engedélyezett, a felnőtt C, B, A kategóriákban. Király Ádám és Csuhai Vivien tánca valóban lélegzeten állító volt. Ismét Csortos Kristófot és Sinyi Fannit láthatjuk már átöltözve. Az ő produkciójuk is rendkívül izgalmasra sikeredett. Így van, Kristóf és Fanni nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett ezen a magyar bajnokságon. Nem véletlenül, hogy az ezüstérmet hozhatták el ezen a versenyen. Boys!
A győztes akrobatika páros következik, Bárdi Dániel és Cetl Fanni. Fantasztikus produkció volt ez is, érted? Roni, mennyire veszélyes ez a sportág, mennyire veszélyes ez akrobatika része? Kívülről sokszor úgy tűnik, mintha veszélyesek lennének, de a megfelelő technikával kidolgozva és a megfelelő technikával végrehajtva egyébként egyáltalán nem veszélyesek, de azért nagyon sokat kell gyakorolni. Ez itt már a felnőtt B-páros kategória eredményhirdetése, ahol a magyar bajnoki dobogósokat láthatjuk. A Csirna nagy formáció versenyébe pillantunk bele, most a harmadik helyzetet láthatjuk. Ők a Dream, azaz az Álom, a Rock and Magic Egyesület csapata. Roni, nekem ők a kedvenceim, mert olyan sokan vannak ez a kategória, ez szerintem az egyik leglátványosabb, és nagyon szuperek voltak a lányok ebben a produkcióban is. Igen, ez már a Children nagyformáció jellegzetessége, hogy minden nagyformáció jellegzetessége, hogy sokkal többen vannak a színpadon, 12-en is táncolhatnak egyszerre, ami egyébként nem is könnyű feladat, hiszen minél többen vannak, annál nagyobb a hiba lehetőség is. Szerencsére itt a magyar bajnoki csapatoknál ez már azért nem fordul elő, és itt is látjuk, hogy választanak valami kis témát, amitől sokkal izgalmasabbá válik a produkció. Itt az itteni csapat, a Dream csapata a Flintstone mesét választotta. Itt a második helyezett a Children nagy formációban, ők a Bingo csapata, szintén a Rock and Magic-től, és egy újabb mesés darab. Így van, ők pedig a témájuknak a nagy sikerű mesét, az Aladdint választották, sok-sok főszereplővel, sok izgalmas pillanattal. Ilyen sok gyerek már egy egész történetet is el tud mesélni, akkor a gráfus gondolom, hogy berengeteg munkától, hogy ez egy ilyen izgalmas produkció legyen. Igen, és ez egyre gyakoribb már a táncprodukciók alatt, hogy egy kis történetet elmesélünk a színpadon, és itt talán még a táncosok is sokkal jobban bele tudják élni magukat a szerepbe, és természetesen a közönségnek is sokkal izgalmasabbá válik a produkció. Jó van,
robot, never lie. És íme a Csőr nagyformáció kategóriának magyar bajnokai, ők a Twinkies és a Négy Muskétás Egyesületnek a lányai, Budapestről érkeztek, fantasztikusak ezek a ruhák, gondolom hát ebbe is rengeteg előkészületet kell belerakni. Hogy készülnek ezek a ruhák egyedi igényekre és egyedi testméretre szabva mindig? Igen, ez egy nagyon sok időt vesz igénybe, amíg megtervezzük az adott koreográfiához a ruhát. Itt ebben az esetben egy robotos koreográfiát láthatunk, úgyhogy egy ehhez illő ruhát láthatunk a lányokon. Igen, mindig van egy tervező, természetesen lányokat külön lemérik, tehát ezek egyénre készülnek ezek a ruhák, de nagyon fontos, hogy tényleg harmonizáljon a koreográfiával a zenével, mert ez nagyon megnöveli a produkció értékét, hogyha tényleg visszaadja azt a mondani valót, amit ki akar fejezni az edző, a koreográfus. What the hell is going on? Schiller nagy formáció, magyar bajnoka a Twinkies lett a Négy Muskétástól, második helyen a Bingo végzett, a harmadik helyen pedig a Dream, ők mindketten a Rock and Magic Egyesületnek a csapatai. A Serdülő nagy formáció produkcióit láthatjuk most elsőként a harmadik helyezettét, ők a Jackpot a Rocket Magic Egyesülettől. Itt is sokan vannak a színpadon, de már látható, hogy jóval idősebb táncosok mutatják be a produkciókat. Mit kell tudnunk a Serdülő nagyformációt? Pontosan itt a Serdülő nagyformációs kategóriában szintén 8-an, 9-en, 10-en vagy akár 12-en is lehetnek egyszerre a színpadon. Minél többen vannak, ugye az annál többet jelent, hiszen annál jobb koreográfiákat, annál jobb térformákat tudnak végrehajtani a táncosok. És kicsit már idősebbek, mint az előbb látott kategóriában. Itt 8-tól 13 éves korig táncolhatnak. Azért itt már vannak egész nagy ugrások, de ez még nem akrobatika, ugye? Így van, ez még nem számít akrobatikának, ez is komoly felkészülés jelent az ilyen elemeknek a kigyakorlásra. Spárgák, csukaugrások, mindenféle erős mozdulatok. És hát gyönyörű összhangban vannak a lányok, látszik. A Négy Muskétás csapata, az Origo szerezte meg az ezüstérmet a Serdülő nagyformációban. Már is láthatják a fantasztikus produkciójukat és a csodálatos ruháikat a lányoknak. Az egész versenynek volt egy ilyen nagyon elegáns, nagyon szép külleme, az Érdi Aréna is egy gyönyörű dizájnba öltözött. Mennyi idő megszervezni egy ilyen versenyt és így felöltöztetni egy sportcsarnokot? Nem titok, hogy a magyar bajnokság megszervezése azért bizony elég hosszú időt igényel. Pontosan azért, mivel az év legnagyobb versenye, ezért mi is igyekeztünk a szervezésben minél több időt és energiát beleölni, és ezért figyeltünk arra, hogy a
külcsin is szép legyen, sok-sok díszítést, sok-sok dizájnert próbáltunk bevonni, hogy minél szebbek legyünk, de visszajelzések alapján jól sikerült. És a győztesek a színpadon, a Vadangyal formáció a Rock and Magic-től. Ez a középső kislány nekem elég ismerős, őt láthattuk már más produkcióban is. Igen, ő Ökrös Juli, és az előbb a serdülő kisformációs kategóriában a csapatával, az Angels csapatával magyar bajnok lett, és ebben a kategóriában, a serdülő nagyformációs kategóriában is ő a kiemelt. Az előbb a piros ruhában biztos emlékszel rá. Mennyire gyakori az, hogy tényleg így többször több produkcióban is részt vetnek meg? Mennyi felkészülést igényel? Gondolom, akkor az dupla annyi energiabefektetést igényel egy fiatal hölgytől. Természetesen, tehát aki több kategóriában edz, az kétszer vagy háromszor annyit edz. Mondjuk Juli tényleg ilyen extra eset, hiszen ő nem csak kis formációban és nagy formációban, hanem páros kategóriában is versenyzik, ráadásul ott is világversenyző, úgyhogy ha majd megkérdezzük tőle, akkor lehet, hogy elmondja, hogy neki ezért túl sok szabad írni nincs, hiszen nagyon sok időt fordít az edzésekre, de mint látszik, meg is van az eredménye, hiszen itt a verseny is két kategóriában is magyar bajnok lett. És a legszebb pillanatok a serdülő nagy formáció eredmény hirdetésénél, akik a legjobban örülhettek, ők a Vadangyal csapata volt a Rock and Magic társulattól, az Origo és a Jackpot pedig a második és a harmadik helyet szerezte meg ebben a kategóriában. A sok kis hölgy után ismét visszatérünk a párosokhoz, és ismét dinamikus muzsika. Melyik kategória ez, Roni? Ez a junior páros kategória, ez egy nagyon izgalmas kategória, hiszen itt már azért idősödnek a táncosaink, 8 és 17 éves kor között lehetnek, tehát viszonylag itt egy nagyobb intervallumban lehet az életkoruk. És itt, ha megfigyeljük a produkciókat, akkor már bizonyos akrobatikus elemeket is felfedezhetünk, úgyhogy már ez egy táncos-akrobatikus páros kategória. És a harmadik helyezettet látjuk most a színpadon, ők a Rockin' Bortól érkeztek, Szoljár Zsombor Csaba és Vas Nikoletta fantasztikus produkciója.
Toma Patrik és Fazekas Noémi szerezték meg az ezüstérmet a magyar bajnokságon. A junior páros kategóriában ők a Rock and Magic együttes táncosai. Roni, ők járnak már világversenyekre is? Természetesen ebben a kategóriában, a junior páros kategóriában nagyon sok világversenyt rendeznek, úgyhogy az itt lévő páros Patrik és Nono is már szinte minden hónapban más országba utazik, és kipróbálja magát a nemzetközi vizeken is. Világversenyek úgy működnek, hogy van egy világranglista, amin nagyon sok-sok páros van, minden egyes versenyen pontokat gyűjtenek, és ez alapján kialakulnak a legjobbak, úgyhogy ezért járunk mi is sok versenyre, hogy minél több pontot szerezzünk ezen a bizonyos világranglistán, és minél jobban erőre kerüljünk. És a magyar bajnokokat látjuk a junior páros kategóriában. Ajkáról érkeztek, a Dynamic csapatát erősítik, ők Por Dániel és Bárdosi Violett. Igen, Daniról és Violettáról el kell mondanunk, hogy ez volt közösen így az utolsó versenyünk ebben a kategóriában, hiszen, ahogy említettem az elején, 17 éves korig lehet táncolni itt, úgyhogy nekik ez egy igazán szép befejezés volt egy magyar bajnoki címmel. A junior párost tehát Ajkáról a Dynamic nyerte, második a Rock and Magic csapata lett Toma Patrikkal és Fazekas Noémivel, Szoljár Zsombor Csaba, Vas Nikoletta pedig a Rockin' Board csapatából Budapestről a bronzérmet szereztek. 2018-ban junior páros kategória... A felnőtt C páros küzdelmeit láthatjuk, pontosabban a harmadik helyezettet. Kirkeszner Máté és Bartl Zsófia a KID csapatából, Veszprémből érkeztek. Akrobatikus elemek most már bevegyülnek ide ebbe a táncba. Én sokat gondolkozom azon, kedves Veronika, hogy a táncművészete, amit látunk, vagy pedig inkább sport, vagy mind a kettő egyszerre, vagy ti hogy élitek meg ezt belülről? Ez egy állandó kérdés, hogy vajon az akrobatikus rock'n'roll melyik műfajba tartozik, a tánc, vagy a táncművészet sportjába, vagy a táncművészet kategóriájába. Tényleg egy folyamatos kihívás ez nekünk, hogy megfeleljünk mindkét kategóriának. Egyébként a Magyar Táncsport Szakszövetség alá tartozunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy kőkemény sport egyébként, viszont tele van művészi figurákkal, művészi elemekkel, úgyhogy a táncsport kifejezés szerintem a legtalálóbb erre. Köszönöm.
felnőtt C-páros második helyzetje a színpadon Lénárt János és Kállai Rella. A Kenguru csapatából érkeztek Debrecenből. Veronika, mit kell tudnunk a felnőtt C-páros kategóriáról? A felnőtt C-kategória bizony egy nagyon kemény, melós kategória, hiszen itt már komoly akrobatikákat kell végrehajtani, úgy is mondanám, hogy akrobatika kombinációkat. Talán emiatt ez az egyik legfárasztóbb kategória, mert elindul egy akrobatika, majd azt megforgatja, ide pörgeti, oda forgatja, és ebből is egy produkció alatt legalább 5-öt végre kell hajtani, és itt már komoly pontszámokat kapnak külön mindegyik akrobatikára, úgyhogy ebbe aztán igazán el lehet fáradni. Could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. És a győztesek a magyar bajnokok 2018-ban a felnőtt C-párosban Meskó Alex és Csipes Nikolett, Island Rock, Chapel és Meteor Dance közös produkciójuk. Miért ők lettek a legjobbak? Te hogy láttad a táncosokat? Itt nagyon fontos, hogy mennyire pontosan hajtják végre azokat az akrobatika kombinációkat, és mellette, hogy szépen táncoljanak is, és hogy egy erős koreográfiája álljanak a színpadra. Itt a jelenlévő párosnál mind a három tényező jól szerepelt, úgyhogy nem véletlen, hogy hozzájuk került a magyar bajnoki cím. Születnek-e új elemek akár egyesületektől, koreográfusoktól a rock and roll tánc világában? Mennyire szoktak úgy előjönni egészen új dolgokkal? Igen, abszolút, és ez egy nagyon izgalmas folyamat, hogy különböző akrobatikákat ki lehet találni, főleg akrobatika kombinációkat. Természetesen az alapok már megvannak, de az is mindig egy jellegzetes régi szeméről van elnevezve, amit valamelyik ősrégi rock'n'rolls kitalált, és ezek már így épültek be, és az egész világon így hívják ezeket az elemeket. Ezért van Tessa, egy Tessarini embertől, vagy Angelo, az Angelo Cicconitól, aki egy svájci ember. Ugye ez nagyon érdekes, reméljük, hogy majd lesznek ilyen magyar nevek is, amit a magyar táncosok majd kitalálnak. This shit is equally dope, you won't believe. Without even trying, how do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. A felnőtt C-párosban az Island Rock, Chapel és a Meteor Dance közös párosa Meskó Alex és Csipes Nikolett szerezte meg a magyar bajnoki címet. Ezüstérmes Lénárt János és Kállai Rella kettőse lett, ők a Debrecenből érkeztek, a Kengurútól. Firkeszner Máté és Bartli Zsófia pedig Veszprémből jöttek, a Kid csapatát erősítették és ők szerezték meg a bronzérmet. Felnőtt A-páros kategóriában olyan vérmes nagy küzdelem nem alakult ki, mert Karácsony Zsolt és Szabó Nikoletta és egy másik páros indul csak. Most Szabó Nikolettájukat láthatjuk. Ők a Rock and Roll és a Dance Earth közös versenyzői. Miért van az, hogy ilyen kevesen neveztek ebben a kategóriában? Ez a felnőtt A-kategória, ez bizony már a legkomolyabb és legnehezebb kategória. Itt láthatjuk a legerősebb, legnehezebb akrobatikákat. És ebben a kategóriában Magyarországon csak ez a két pár van jelenleg, hiszen nagyon komoly felkészülést jelent az idevaló eljutás.
de bízunk benne, hogy sok-sok idővel és egyre több munkával majd több ás párost is üdvözölhetünk itt Magyarországon is. Kor tekintetében van felső határ? Nincs felső határ, addig táncolhatnak a párosok, ameddig csak bírnak. Vamos que es hora de entrar. Cuatro. Paredes se mueven al son. Siete. Números ya conseguí. Veinte. Veces me llevo un plantón. Veinte. Sigue la fiesta al ver. Cuatro. Cientos bailan sin parar. Siete. Neuronas que voy a perder. Veinte. Razones por razones por las que gritar. Tengo el sentimiento de que ahora es el momento. Y tengo el sentimiento. Ya no puede ser mejor. Tengo el sentimiento. Como no será nuestro. Y tengo el sentimiento. Esta noche es la mejor. Hasta el amanecer. Seguiremos en pie. Hasta el A felnőtt elpáros bajnokait láthatjuk, Mészáros Gábort és Lengyel Bonitát. A Négy Muskétás és a Rock and Magic csapatából érkezett ez a páros. Veronika, itt milyen eredményeket érnek el a magyarok ebben a kategóriában, külföldre járnak-e a táncosok? Itt is nagyon sokat járnak külföldre a párosok, ebben a kategóriában rendeznek csak pláne sok versenyt. Azt is mondhatjuk, hogy a párosok bejárják az egész világot, Szentpétervártól egészen Miamiig. Sőt, Gábor és Bonita pont pár héttel ezelőtt Moszkvában beállt egy orosz páros formációba, és azzal a csapattal is döntőbe jutottak, és hetedik helyezést értek el. Úgyhogy lehet mondani, hogy komoly nemzetközi kapcsolatok alakultak ki, és lehet mondani, hogy szerencsére egyre jobbak és jobbak a magyar párosok is külföldön, és erre biztatunk minden mostani B-kategóriás párost is, hogy minél hamarabb elkészüljön, és menjen fel ebbe a legmagasabb kategóriába, hiszen itt történik a legtöbb izgalom. És hát ez volt a nap utolsó eredményhirdetése, amikor a felnőtt A-páros legjobbjai megkapták az érmeket. Mészáros Gábor és Lengyel Bonita szerezték meg az aranyat, ők a Négy Muskétástól és a Rock and Magic-től érkeztek. Karácsony Zsolt, Szabó Nikoletta pedig a Rock and Roll és a Dance Earth együttesek táncosaik az ezüstöt szerezték meg ebben a kategóriában. Hát fantasztikus volt az érdi Magyar Magic bajnokság. Reméljük, hogy jövőre is hasonló izgalmakat hoz majd ez a verseny. Most nagyon sok táncos érkezett vidékről is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a vidéki egyesületek is itt voltak a Magic Magyar Bajnokságon, és ez azt jelenti, hogy tényleg az ország legjobbjai csaptak össze, és a legjobbak vihették el a magyar bajnoki címet. Több kategóriában is magyar bajnoki címet szereztünk. A serdülő kisformációs és serdülő nagyformációs kategória aranyérme is hozzánk került, úgyhogy több magyar bajnoki címet bezsebeltünk, és nagyon sok táncosunk volt a dobogón is, úgyhogy természetesen mindenkire nagyon büszkék vagyunk, még azokra a pici táncosainkkal is a műsor elején megörvendeztették a kedves közönséget, úgyhogy tulajdonképpen a mai versenyen mindenki itt volt. Jócsi, nem is bírod már ezt a rengeteg kupát, ami a kezedben van, egyet le is kellett tenni közülük. Miket nyertél ma meg, mert úgy látom, ezek a legnagyobb kupák? A mai versenyen kettő serdülő kategóriába indultunk, egy kis formációba és egy nagy formációba, és mind a kettőben sikerült az első helyet elérnünk. Mi children kategóriában indultunk, és sikerült felállnunk a dobogóra, aminek nagyon örültünk, mivel nekünk ez volt a célunk, hogy felállhassunk a dobogóra, és mind a két kategóriában el is hoztuk a harmadik helyet. Ma mit táncoltatok, és ki volt a felkészítőtök, koreográfusotok, tanárotok, edzőtök?
Ebben a kategóriában táncoltunk egy lábtechnikát, és egy akrobatikát is. A lábtechnika koreónk kicsit ilyen latinos, ezt Lengyel Veronika és Tóth Bence tanította be, és úgy szintén az akrobatika körünket is ők segítettek hozzá ehhez a produkcióhoz. Pani, úgy tudom, hogy te Új Buda ösztöndíjasa is vagy, jól sejtjük? Igen, ebben az évben én kaptam meg a Papp László ösztöndíjat. Mit jelent számotokra, hogy ennek az egyesületnek vagytok a táncosai, sőt most már mondhatjuk azt, hogy versenyzői? Nagyon szeretek itt táncolni. 3 évesen kezdtem, és igazából egész életemben szeretném csinálni, és hát nagyon boldog vagyok, hogy ilyen eredményeket is elérhetek. Mindig jó a legsikeresebb klubban tevékenykedni és hozni a sikereket, úgyhogy köszönjük szépen, nagyon jó itt ebben a klubban versenyezni. Nekem ők már a második családom, a legtöbb időmet velük töltöm, és imádom az egyesületemet, az edzőimet, a barátaimat és az egészet. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki segített ebben a Magic Magyar Bajnokság létrehozásában. Hatalmas, nagyon jó közösségbe tudunk együtt dolgozni. Nagyon örülök és büszke vagyok a szülői gárdámra is.